A város apró népével népesült be az Icsi-liget szombaton már a délelőtti órákban. Családi piknikkel várták ide a legkisebbeket szüleikkel a királyi napok keretében. A reggeli ringató foglalkozásra rengeteg kisbabás család érkezett, de voltak kézműves foglalkozások, fajátékok, és népszerű volt a kicsik között a kosárkörhinta is. Az állatsimogatóban pedig akár nyuszikkal és kecskékkel is barátkozhattak. Az a cél, hogy a családokat megszólítsuk egy ilyen közös együttöltésre. Most itt nyár közepén azért szerintem a családok is várják ezeket a programokat. Nagyon sokan is érdeklődnek a programjaink iránt, több családi program is várható egyébként még augusztusban, illetve szeptemberben is, és hát örülünk, hogy az időjárás is megengedi, hogy így kiszabaduljanak otthon a hőségből. A hangszersimogató során a gyerkőcök kipróbálhattak mindenféle népi hangszert. Itt nem csak a kicsikre, a felnőttekre is gondoltak. A foglalkozást Bergné Szőnyi Anna Varró János segítségével tartotta. Elsősorban a célunk, hogy a zeneois foglalkozásainkra invitáljuk a gyerekeket, azt követően meg nyilvánvalóan, hogy a zeneiskolában legyen utánpótlás, és folytassák a zenei tanulmányaikat. Emellett voltak foglalkozások, melyeken a gyerekek kézügyességére is szükség volt. Veronikának tetszett a kézműveskedés, azt mondja, mindig szívesen vesz részt hasonló programokon. Éppen ilyen kukoricacsuhéjból készítek virágokat, és szerintem nagyon jó, nagyon sok és nagyon jó programok vannak itt, és én nagyon élvezem. Sterclné Nagy Éva és családja is rendszeres résztvevője az összművészeti fesztiválnak. Ez mégiscsak egy királyi város, mégiscsak a történelmünk része. Mi nem is nagyon szoktunk fölmenni Pestre, inkább ezt. Főleg ezek a királyi bábok, ezek nekünk nagyon tetszenek, reméljük több lesz belőle, és nálunk még a férjem születésnapja is. Ezért is jövünk, és igyekszünk megmutatni az unokáknak. Most már kezdik érteni a történelmet, királyokat, királynőket, amik úgy tetszenek nekik. A nap folyamán még számos színes és változatos programmal kedveskedtek a szervezők az Icsi-liget belátogatóknak. Egyebek mellett extrém bike show, báb előadás, királyi játéktér és koncert is várt mindenkit egészen estig.